Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik itt vagytok, azokat is, akik online követnek minket, vagy akik most vagytok itt először. Uzonyi Barnabás vagyok a gyülekezet lelkipásztora, és egy jó ideje a lelki fegyverzet témájával foglalkozunk. A mai témánk az a sebzett szív, de mielőtt rá kanyarodnánk, mutassa be néhány egyszerű kelléket. Egyszerű kellékek ezek, de mindegyikben van valami közös ezt ugye jó felvenni, amikor egy nagyon forró fazékhoz, vagy a sütőhöz hozzá kell nyúlnod, és kivenni onnan valamit. Találkoztam már olyan emberrel, aki azt mondta neked, hogy ugyan már, minek menném ezt én fel. Nem olyan forró az. Szerintem ez otthon néha el szokott hangozni, általában talán a férjek részéről. Amikor a felesége mondja, hogy vegyek már ki valamit, és mondja, hogy de vegyem fel a kesztyűt, ez a férfi vagyok. Nekem kesztyű, hát kemény a bőröm, mint a krokodilé és akkor hozzányúlok, aztán három hétig jegelem utána az égési sérüléseket. Aztán itt van mondjuk egy ilyen kis egyszerű kesztyű, jó durva az anyaga. Minek vesz fel egy ilyet egy férfi, nem? Hát ez olyan... Nem nekünk illik. Minek vegyek fel egy ilyet, amikor ez annyira fölösleges? Azt, amikor a kezünk megsérült, tele van sebekkel, akkor megint ugyanott vagyunk. Az egyik kedvencem ez. Láttam már férfit, amikor mondjuk flexel, vagy dolgozik, amit felvesz egy ilyet? Nagyon ritka látvány. Borzasztó ritka látvány, sokkal gyakrabban találkozunk velük a személyzeten. Amikor mennek az orvoshoz, hogy egy vasszilánk valahol már bent van négy hónapja a szemembe, és most beszélt rá a feleségem, hogy ugyan már menjek el, és nézzük meg, hogy mi történt. Aztán van itt egy ilyen másik is, ami vetik, mikor esetleg nem tudom, egy szigetel is raksz le, és fel kéne menni egy ilyet, vagy éppen fel kell szedni egy padlót, és szállapor mindenhol, Láttam már olyat, hogy egy két perc múlva lecsapja a földre, hogy alig kapok ebben a vacakban levegőt, minek ez? Aztán három hétig köhögünk már, a tüdőnk félig oda lett. Ezekben mind az a közös, hogy arra vannak kitalálva, hogy megvédjenek minket, de az is közös bennük, hogy megvan az ára, hogy megvédjenek minket. Ugyanis együtt járnak egyfajta diszkomfort érzéssel, vagy párásodik a szemüveg, törölgetni kell, vagy nehezebben jön át rajta a levegő azért, hogy betöltse a szolgálatát, vagy éppen a büszkeségünkkel kell leszámoljunk, hogy belerakjuk a kezünket egy ilyen kesztyűbe. De mindegyiknek van egy célja, hogy megvédje minket valamitől, amivel találkozni fogunk. Egy forró edény, vagy épp egy vasreszelék. Ha felvesszük, akkor nagyon jó szolgálatot tesznek. Hogyha nem, akkor viszont elég nagy bajba kerülünk. És ma is egy védelmi eszköznek Jön majd elő a szerepe, de először nézzük meg azt az igét, amit minden héten megnézünk, ez pedig így szól Efézus 6.14, hogy álljatok meg tehát, felövezve derekatokat, az igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Uh, na nem ezt szoktuk minden héten megnézni, az kitörlődött. Azt szoktuk megnézni minden héten, ugye, hogy éppen ezért köszönöm, vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon is, mindent leküzdve megállhassatok. Szóval ez az, amit mindenkiten kicsit bevezetésképpen megnézünk, hogy ez egy szellemi háború, ami nem országok és katonaság ellen zajlik, hanem egy lelki, egy szellemi szintere van, ami a gondolataink, a szívünkben, az elménkben, a lelkünkben zajlik, és nem kisebb a tétje, mint egy fizikai háborúnak, mert az életünk, a családod, a házasságod, a gyermeked, annyi minden forog kockán, hogy hogyan harcolunk. És akkor most nézzük meg a mai igényket, ami azt mondja, hogy álljatok meg tehát, Felövezve derekatokat igazság szeretettel, ez még nem, ez majd jön legközelebb, viszont magatokra öltve a megigazulás páncélját. Na most ebben van megint egy kis segítségem, úgyhogy kérnélek Ádám, hogy gyere fel. Ádámot fogadjuk egy nagy tapsol, mert az eszközöknek a nagy részét eddig, eddig Ádámtól kaptam, és azt látjátok most, hogyha ketten állnánk itt, és valaki berontana a terembe, és egy kis, kicsi, nem tudom, bicska lenne nála, és mind a kettőnkbe próbálnak kárt tenni, akkor én inkább lennék Adam helyébe. Mert hogy van már nála egy elég jó pajzs, van nála egy kard, van nála egy nagyon jó sisak, és látod azt, hogy ezek a kis lánc szemek, ezek a lamellák szépen mennek lefele, és látod azt, hogy ez a része a testének abszolút védve van. Egyrészt van rajta egy ilyen anyag, másrészt alatta is védelem van, szóval hogyha valamelyikünkben kár keletkezne, az jobb eséllyel én lennék. Um, mindjárt megmutatok még egy pár dolgot, de amit, amit, látsz az az, hogy az emberünknek a nagy része takarva van, nem? Szóval lehet azt mondod, hogy ha még nem tudod, hogy ki az a Péter Ádám, akkor gondolkozol, hogy hogy néz ki, mert azt se tudom, látom a szemét, ugye? Látom a két szemét, lát, én látom, hogy mosolyog, ti nem látjátok. Amit fontos róla elmondjak, hogy két napja volt a születésnapja, úgyhogy ezért is hadd adjak neki egy dörmi mackót. Isten éltessen! Különben. És ahogy látod, hogy a pajzs, ami már ismerős, a kard, ami már ismerős, ezek a dolgokat mind tőle adtam kölcsönbe. De amit látsz az az, hogy védve van az ember, ugye? Hogy van rajta egy védelem. Hogyha megtámadják, akkor a a legfontosabb belső szervei alapból védve vannak, és még van egy pajzs, amiben még ráadásképpen védelmet tud ezzel gyakorolni. Uh, amit még fontosról tudni, hogy ha ma valaki ízadt a radiátor mellett, akkor az ő. Úgyhogy most visszaengedünk oda, köszönöm, hogy itt voltál, és még a következő alkalmat is bevállalta, hogy ott is izzadni fog velünk együtt. De amért mondtam ezt az izzadást, mert megvan az ára a védelemnek. Szóval én komfortosan érzem magam, engem nem húz le a páncél, engem nem, nem, nem tudom, feszélyez egy a fejemen, de nem is vagyok cserébe védve. És amit láttál nála az az, hogy ennek a felszerelésnek az egyik legfontosabb része az volt, hogy védje a legfontosabb belső szerveket. Hogy mik a legfontosabb belső szervek? Akik elő vagytok, lehet, hogy valamit látok. A4-es papírom volt otthon, ennél nagyobb a tüdöm, jó? Tehát, hogy csak hogy el tud képzelni, hogy amikor egy, egy harcost uh, próbáltak megvédeni, akkor az volt a cél, hogy ezeket a szerveit, amik itt vannak, leginkább ugye a tüdőről beszélünk, a szívről, máj, én a többit már nem tudom, hogy mihol van, de minden, ami itt van, ezek életbe vágóan fontos szervek. Szóval az se jó, hogyha valaki, nem tudom, beleszúr egy tört a alkarodba, vagy a, nem tudom, a sípcsontodnál eltalál valami, de hogyha ezeket a szerveket valami éri, egy, egy nyilvessző, egy kardon beszúródik, akkor ezek életbe vágon fontos szervek az életedre nézve. És az a célja ezeknek a védelmeknek, hogy ezeket védjék, hogy minden áron valami olyasmi biz... védelmet biztosítson számodra, hogyha jön az ellenség, már pedig jön, akkor ez védve legyen. Na és akkor most nézzük meg, hogy miért mondja ezt a Biblia, hogy a megigazulásnak a páncélja. Miért ezt a szót használja rá? A római korban ez a páncél lesz... Különböző volt, különböző volt a lovasoknak, különböző volt a gyalogságnak, idővel egyre bonyolultabb és egyre fejlettebb volt. Eleinte volt, hogy csak ilyen szövetből, meg bőrből, később ilyen lamellákból készültek ezek el, egyre nehezebbek voltak, és egyre nagyobb teher volt ezeket felvenni, sőt, ezeket néha egyesével kellett az egyes lamellákat felcsatolni. Ez egy nagyon hosszadalmas feladat volt azért, hogy biztosítson neked egy védelmet a csata során. De azt mondja Pál, hogy ez a páncél, vagy talán pontosabb szóval a melvért, amiről a Biblia beszél, ami ezt a részünket felülvédi, azt mondja, hogy ez a megigazulási. És lehet azon benned, hogy ez egy fura szó, nem? Olyan napi, napi, beszélgetések során nagyon ritkán jön elő az a szó, hogy megigazulás. Mert érezzük, hogy ez valami, ez valami nagyon komoly szó. De mi ennek az értelme? Szeretném, ha velem tartaná, mert sok mindent fogunk most megnézni az igéből. Azt mondja Galata 5 ha a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Szóval az egyik legfontosabb dolog megérteni azt, hogy a megigazulás ez nem a törvény alapján megy, hanem a kegyelemből. Azért, azért adtam Ádámnak az előbb egy csokit, egyrészt azért, mert szerettem volna kérni egy csokit, mert szülinapja volt, Másrészt azért, hogy megköszönjük neki azt, hogy ezt a sok-sok mindent eddig nekem a rendelkezésemre bocsátotta, és még van néhány eszköz, úgyhogy még jó reménységgel fektettem be a jövőbe is. De azért adtam neki harmadikokból egy csokit, hogy bemutassam azt, hogy neki ez a csoki járt, ugye? Egyrészt járt a szülinapja miatt, másrésztről járt azért, mert sok mindent adott nekem, amiért én úgymond ezt megköszöntem neki. Tehát mondjuk azt, hogy ő ezt azért kapta, mert valami tett azért, ezért megérdemli. Most viszont mutatok egy másik dolgot, van nálam egy nagyon-nagyon finom zabrudi. Ezt a nagyon finom zabrudit én most valakinek oda fogom adni, és keresek valakit. Á, sokan jelentkeznek, nem lehet engem csak úgy meggyőzni. Uh, Patrik, ez a tied, jó? És miért pont Patriknak adtam? Adott nekem valaha fegyvert, pajzsot, páncélt. Patrik, mit adott nekem eddig Patrik? Nem adott nekem sisakot, nem adott nekem páncél, nem adott nekem kardot, nem is kértem tőle, szóval nem vádolhatom. De nem azért adtam ezt neki, mert jár neki azért, mert valamilyen volt. Nem azért adtam neki, mert ma van a szülő, ugye nem ma van a szülénapon. Nem. Nem azért adtam neki, mert ma lenne a születésnapja. Azért adtam neki ezt az abrudit, mert neki adtam ezt az abrudit. És mondhatnád azt, hogy milyen igazságtalan voltam, hogy miért nem neked adtam. Én meg mondhatom, hogy enyém volt a rudi, annak adom, akinek akarom, nem? De ő most megéreztette azt, hogy nem is gondolta talán, hogy ma fog kapni egy ilyet, nem is tett érte semmit, úgy meglepte ez a dolog, hogy kapott egy valamit ajándékba. Nem azért, mert tett érte, nem azért, mert kiérdemelte, nem azért, mert elég jó cselekedetet végrehajtott, hanem azért, mert kapott most tőlem ajándékba egy rudit, amit elfogadott. Oda nyújtottuk, megragadta innentől kezdve az övé. Szóval az, hogy a pálapostól, hogy a törvény által akartok megigazulni, akkor elszakadtok a Krisztustól, és a kegyelemből pedig kiestek. A megigazulás az azt jelenti, hogy Isten előtt igaz vagy. Hogy békességben vagy Istennel, és hogy nem a bűneiden keresztül néz rád, hanem igaz vagy. Na most van bennünk egy furcsa elképzelés az életben. Van egy olyan elképzelés bennünk az életben, hogy van -e egy adok-kapok rendszer mindenhol. És ez nagyon sok területen igaz. Ez úgy néz ki, hogyha elég sok időt, energiát beleteszel a munkádba, akkor adsz egy csomó mindent, és ebből a kis adókapok kapok gyárból kijön a pénz. Kapsz érte pénzt. Minél jobban és minél többet teszel bele, jó eséllyel egyre több pénz fog kijönni ebből a gyárból. Akkor, hogy egy sportba beleteszel minél több energiát, elképesztő mennyiségű edzést, akkor a másik oldalán jönnek ki az aranyérmek. Beletettem valamit, jön az eredmény. Hogyha egy iskolai tantárba beleteszed magad, tanulsz, magolsz, utána nézzel, sokkal többet teszel, mint ami a minimum elvárás, akkor jönnek az ötösök, jönnek a versenyek, jönnek az eredmények. És ezzel eddig még talán nem is lenne túl sok gond. A nagyobb gond az, amikor azt gondoljuk, hogy Isten ez így fog működni, hogy szeretném azt az eredményt, hogy Isten előtt igaz legyek, hogy rendben legyen az életem, hogy békességben legyek az Istennel, ezért nekem ebbe a gyárba bele kell tennem az összes jó cselekedetet, amit el tudok végezni. Nagyon sokat kell olvasom a Bibliát, imádkoznom kell, naponta sokszor, el kell jönnöm csütörtök este az olvasnunk a Bibliát sorozatra, itt kell legyek az ifin, vagy ha már abból kinőttem, akkor a házi csoportokba, vagy itt kell legyek mind a két alkalmon, szolgálnom kell, bizonyságot kell tennem, a közösséget kell ápoljak, adakoznom kell, is, hogy ezeket mind nagyon jól és nagyon nagy mennyiségbe teszem, akkor ebből a másik oldalt kijöhet majd az, hogy Isten szeretni fog engem, és azt mondja, hogy ez ám egy igaz ember. Hú, nézzenek oda, hát ez azt nagyon oda teszi magát. Azt mondja Pál, hogy ezt a törvény által akarjuk tenni, akkor elszakadtunk Krisztustól. Mert a megigazulásnak az egyik legfontosabb alappillére az, hogy nem tudod elérni a kívánt eredményt betáplálással. Nem tudsz elég jó dolgot tenni ahhoz, hogy az jöjjön ki a másik oldalon, hogy megigazultál. Ugyanis a megigazulás azt jelenti, hogy igaz, tökéletes, szent, hibátlan vagy az Isten előtt. Na már most mi mind elrontottuk a dolgokat. Mind védkeztünk, mind tettünk olyan dolgot, ami szégyen, amiel Isten előtt elfogadhatatlan. És ezért nem engedhet minket be a tökéletes szentségbe, hogyha mi nem vagyunk tökéletesek és szentek. Nem tudod a saját cselekedeteid által elérni a tökéletesség állapotját. És ezért mondja Pál a galatai gyülekezetnek, még azt gondolta, hogy megtértek, ez rendben van, de még valamit ezt hozzá kell tenni, mondjuk a körülmetélkedés, a törvény megtartását, és akkor majd elfogadhatóak leszünk az Istennek. Azt mondja Pál, ha ezt törvény által akarjátok tenni, el fogtok szakadni a Krisztustól. Ha azt gondolod, hogy cselekedeti rendszer alapján működik Isten ország, akkor nem érted Isten országát. Szeretném, ha velem maradnám, mert meg fogunk nézni néhány nagyon fontos dolgot. Azt mondja Pál a római háromban, hogy mindenki védkezett, és nélkülözi az Istennek a dicsőségét. Mindenki. Te, én, melletted ülő, mögötted levő, az, aki ma nem jött el, mindenki védkezett. Nincsen kivétel. Minden egyes ember. És a látszat néha csal. Tudjuk azt mutatni, hogy mi fantasztikus emberek vagyunk. Tudjuk azt mutatni, hogy nekünk nincsenek problémáink, küzdelmeink. Raktál már rendet, nagyon gyorsan, egy nagyon kupis szobába. Emlékszek azokra az élményeimre, anyukám bejön és mondja, hogy Pff, hányadék a szoba, amilyen gyorsan, öt percem van rá, két perc múlva szólok, anya, kész. Jön, hogy ez lehetetlen, nem? Tehát, hogy erre egy fél nap kellett volna, két perc alatt kész. Bejön, körbenéz, és így, hm, azik, az És végig azért imádkoztam. Drága mennye, édesatyám, ne nyissa ki azt a három szekrényt, ahol mindent belapátoltam, ne nyissa ki a szekrényeket, ne nézem be az ágy alá, ne nézze meg, hogy mi van ott, ki ne az ágy, tartómat, meg ne nézze, mik vannak ott, is hány szendvics lapulott. Mert tudtam egy látszat tenni, de valós megoldást nem tudtam létrehozni. Úgy nézett ki, hogy minden rendben van, de ha kinyitottad volna a szekrényt, akkor rádomol mindaz, amit én gyorsan oda, mint egy nagy lapáttal begortam, hogy úgy tűnjön, hogy minden rendben van. Volt egy férfi, elmesélte a következő esetet, vett az egyik nap a piacon egy nagy kosár gyümölcsöt, nagyon büszke volt magára, hogy egészségesen fog élni, meg a család is, berakta a konyhába. Majd másnap reggel, mikor ment a konyhába, azt vett észre, hogy elárasztották a házat a muslicák. Jártál már így? De azt mondta, hogy úgy, hogy így kellett menni, hogy így túrni kellett a levegőt, hogy bejussál a konyhába, és azt mondta, jó, ez, ez így nem mehet tovább. Elment a boltba, hogy ő a férfi megoldja, megkérdezte az eladótól, melyik a legdrágább cucc, ami arra való, hogy az összes musicát megölje. Adtak neki egy nevetségesen drága készüléket, ugye az a kék fény, mindenki megvakul, dug be otthon, beleszállnak, meghalnak. Hazavitte, bedugta, másnap reggel diadalittesen indul le a lépcsőn, hogy akkor irány a konyha, megnézem, hogy akkor az a drága dolog, amit vettem, az tényleg olyan jó -e? igazi japán termék, na ez jó lesz. Bemegy, kinyit, és azt látja, hogy tele van, halott muslicákkal, és nagyon örül, egészen addig a pillanatig, míg meg nem fordul, és észre nem vesz, hogy kinyílik a szem, hogy több a muslica, mint tegnap. És nem érte, hogy itt van ennyi döglött állat, hogy lehet ennél még több? Hát mit csinált ez a gép? Nem jó, mi a baj vele? Vagy kezdett rájönni arra, hogy tudta kezelni a problémát egy bizonyos szinten, de amíg nem szünteti meg a megrothat gyümölcsök jelenlétét mert ők semmilyen gép nem fogja megszabadítani tartósan a musicáktól. És kicsit ilyen az, amikor mi emberileg próbáljuk helyrehozni magunkat, elkapdossuk a muslicákat, de a probléma nem a muslica, a probléma a rohadt gyümölcs. A probléma a szívvel van. És azért az a cím, hogy a sebzett szív, mert a megigazulás páncélja pont a szívedet fogja megvédeni. De mi a baj az ember szívével, azt mondja Pál, hogy mindenki vétkezett. Mindenkinek megrohadt a szíve, oda lett és ezért ez vonza magához az összesféle bűnt, annak ezerféle formáját, módját, nagyon különböző módon tudunk védkezni, de mindnek egy a gyökere az, hogy megrothatta az ember szíve is tönkrement. És akkor mi a megoldás? Azt mondja Róma 323, minden kivétkezett. Hurrá, menjetek haza, legyen szép vasárnapotok. Az a jó, hogy van egy 24. Figyeld, mit mond a 24, a következő mondat. Ezért Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusba lett váltság által. Ezért Isten ingyen teszi ezt meg. Ingyen? Hát ez nem érhet sokat, nem? Ha valami olcsó, az nem jó. Ha valami ingyen van, az biztos gagyi. Egyszer egy vidéki gyülekezetben a pásztor pont erről prédikált, és egy bányász, aki ott a faluban, a bányában dolgozott, ez hallgatva azt mondta, hogy ő ebből nem kér. Ő nem kér ebből a gyülekezetből, mert nem kér az Istenből, mert hogy ez olyan olcsó. Annyi, hogy csak higgy, az minden rendben van. higgy az Úr Jézusban, hát ez nem old meg semmit. Ez egy nagyon olcsó dolog, ez nem ér semmit, ha ingyen van. Majd egyszer történt, hogy az a lelkész elment meglátogatni a bányát, felajánlott ez a férfi, hogy menjen el, körbe mutatja, stb. Lementek a bánya aljába. Majd, amikor nagyon-nagyon-nagyon mélyen voltak, és akkor mondta a bányász, hogy na, akkor menjünk fel a felszínre, és akkor kérdezte a lelkész, hogy hát, hogy fogunk feljutni? Azt mondta, hát itt van ez a bányalift, ez felvisz minket. Csak, de hát hogy? Hát mi az, hogy hogy? Állj bele, ez felvisz. És mondta a lelkész, hogy á, ennyire egyszerű, ilyen ingyen, ez egy valami olcsó vacak, én ebben nem bízok. Ez nem működ egy így, csak rálok és felvisz. Azt mondta a férfi, 360 ezer, nem tudom, mibe került ez a gép, mi az, hogy olcsó? És akkor elkezdte kapizsgálni, hogy, ja, hogy értem, mire céloz. Attól, hogy Isten ingyen igazít meg, ez nem volt olcsó. Ez a legdrágább ár volt, amit fizetett, hogy Jézus Krisztus magára vette a bűneinket. Attól, hogy ingyen van a kegyelem, attól az nagyon drága volt. Csak nem te fizetted az árat, és nem én, hanem az élő Isten fizette meg azért, hogy nekünk ingyen legyen, mert nem tudjuk mivel megfizetni. Megfizethetetlen. Ez kicsit olyan, mint hogy a képzeld el, volt egy eset, egy elég szomorú történet, de mégis jó talán a tanulsága. Volt egy fiú, aki úszott az egyik tóban, és bajba került, már nem tudott kijönni, és a másik fiú beúszott ért, és segített neki, bevitt neki talán egy úszóhumit, vagy hogy, és így megmenekült a fiú, viszont az, aki a segítségére sietett, ő viszont meghalt később, és már nem tudott kijönni a vízből. És képzeld el, hogy amikor meglátogatta a család, akinek ugye a fia életben maradt, azt a családot, akinek a fia meghalt azért, hogy az övék éljen. Képzeld el, hogy mit éreztek volna, azt mondják, hogy nagyon meg se tudjuk köszönni igazából, hogy a fiúk megmentett a mi fiunk életét, és el se tudjuk képzelni, hogy mekkora trauma is gyász, és tragédia, hogy ebből belehalt. De itt van 750 forint, szeretnénk ezzel megköszönni, és kifizetni a fiúk halálát. És így néznétek rá, nem, hogy mit akarsz a pénzeddel, 750 forinttal? De mit akarnál 20 ezer forinttal? Hogy tudnád megfizetni, hogy egy ember meghal? Mennyi forint lenne az elég? És amikor Isten feláldoz önmagát, úgymond emberi lesz is, átveszi a bűneink büntetését, ez azért van ingyen, mert mit adnál érte, ami jogos ár lenne? Négy mi atyánk, három bibliaolvasás. Mi lenne az az ár, amivel ki tudnánk ezt érdemelni? Nem azért van ingyen, mert semmiben nem kerül, hanem azért, mert bármi, amit adhatnánk érte, mit érne? Felbecsülhetetlen érték, amit az Isten tett értünk. És nézd, azt mondja a folytatásban Pál, őt rendelte az Isten, engesztelő áldozatul az ő vér által azoknak figyelj, akik hisznek. Ebben mutatta meg az ő igazságát. A korábban elkövetett bűnöket ugyanis elengedte, nézd, türelmében. És nézd, mit mond, hogy a mostani időben megmutassa az igazságát, és itt jön a lényeg. A következő versen nagyon figyelj oda. Mert ő igaz, és igazá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ennyire egyszerű lenne, igazzá lettem azáltal, hogy Jézusban hiszek. Na de álljál meg, Barna. Hát én az én életem még lehet, én nem ezt tükrözi. megtértem, de még annyi mindennel küzdködök, annyi minden zajlik az életembe, és néha, amikor nem tudom ezt meg azt teszem, meg éppen lekiabálom a gyerek fejét, vagy éppen uh, kritikán alul viselkedtem, amikor valakivel csúnyán beszélek, amikor a munkáján ezt a szám, azt csinálom, akkor én, én annyira távol vagyok, hogy azt érezem, hogy én igaz lennék. Hát én erre nem vagyok méltó. És az ördög jön, és kedvesen rásegít neked abban, hogy te nem vagy méltó. Te nem vagy igaz, te egy utolsó a, szégyentelen, bűnös ember vagy. Ne gondold már azt, hogy te az Isten közelébe mehetsz, hogy nézel már ki. És egész nap jön az ördög, és vádolna téged, hogy soha nem leszel elég jó az Istennek. Sokkal többet kéne letenned az asztalra, soha nem leszel jó hívő ember, soha nem leszel jó apa, anya, feleség, férj, gyerek, bármi is. Soha nem leszel elég. És itt meg azt mondja Pál, hogy ő igaz, és igazá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Képzelj el egy kutyát. Hogyha ez a kutya próbálna emberként viselkedni, akkor ember lenne belőle? Nem. Ha még jobban próbálkozna, akkor? Ha tudna kiadni emberi hanghoz hasonló hangokat, ember lenne? ha tudna úgy megfogni egy poharat, mint mi, attól ember lenne? Nem, mert bármit tenne, mindig azt mondjuk, hogy nem a cselekedeteivel van a gond, a lényével van a baj, hogy ő egy kutya, ő nem ember. És hiába tud néha úgy cselekedni, mintha ember akarna lenni, mintha utánozza minket, de ő egy kutya. Ugyanígy egy ember, amikor kutyaként viselkedik és négy láb ugat, nem mondjuk rá azt, hogy kutya, azt mondjuk, hogy egy furcsa ember, aki nem tudjuk, hogy mit csinál. És szeretném, most megértenéd azt, hogy nem a cselekedeteid tesznek téged igazzá. Lehetetlen. Azt mondja a Biblia, hogy a törvény által egyetlen ember sem igazul meg előtte. Senki. Attól, hogy próbálunk úgy tenni, attól, hogy próbálunk etikusan viselkedni, hogy próbálunk erkölcsös emberek lenni, próbálunk nem káromkodni, próbálunk szépen mosolyogni mindenkire, azzal saját erőmből annyit tudunk elérni, hogy megtaláljuk azokat a szekrényeket, amikbe jó sok mindent be lehet söpörni. Az összes rothagy gyümölcsöt el tudjuk rejteni egymás szem elől, de a valós probléma nem szűnt meg. Nem szűnt meg, mert még mindig kutya vagy. Bármennyire próbálsz máshogy viselkedni. Azt mondja a Biblia, hogy nem erre van szükség. Nem arra van szükség, hogy a cselekedeteid által helyrehozzal, amit, hanem arra van szükség, hogy újjászülessél. Hogy egy új állapotba kerülj, hogy megérzed azt, hogy a megigazulás az nem a cselekedeteidről szól elsősorban, hanem az állapotodról szól. Hogy új ember lettem. És nézd, azt mondja Róma 5.1, mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Jön egy béke az életembe. Ami nem azt jelenti, hogy hátradőlök, és innentől kezdve semmi nem számít, nem csak semmit, soha rá sem nézek a Bibliára, nem fogok imádkozni, nem fogok gyülekezetbe járni, mert nekem már békességem van Istennel, hanem először is ebből nyerem az életemnek az erejét. Ebből nyerem az erőt az igéhez, ebből nyerem az erőt az imához, ebből jövök el a gyülekezetbe, hogy békességem van Istennel Jézus Krisztus által hogy amikor rám néz, akkor nem csúválja a fejét, hogy de kevés vagy már megint uzonyi. Nem rám néz, és nem azt mondja, hogy elnyebe -elnye, hanem Jézus Krisztuson keresztül lát engem. És hogy ezt még nem hiszed el nekem, hogy ez így van, akkor most kapaszkodj meg, mert visszamegyünk a Galata levélhez. Egy jó hosszú olvasok a Galata 2.16. Azt mondja, az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ez ugye az alap, ezt már érintettük. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit által, és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Akkor miért kellett a törvény? Feltetnénk ezt a fontos kérdést, nem? Miért mondta meg Isten, hogy te ezt, tedd ezt, tedd ezt, tedd ezt, és akkor minden rendben lesz, ha meg nem ezt teszed, akkor minden rossz lesz. Miért volt erre szükség? Azt mondja a Biblia, hogy a törvény egy pedagógus volt Jézus Krisztushoz, ahogy elvezetett minket. Képzeld el, hogy az ember büszkesége mit mondott volna, hogy nem lett volna törvény, hanem egyből a kegyelem megment minket. Azt mondtuk volna, verva a mellünket, hogy ezt jól megcsináltuk, nem? Na jó, mi ezt helyrehoztuk. Az ember elrontotta, igen, de aztán ilyen az ember, helyrehoztuk, és minden jó. A törvénynek pont az volt a szerepe, hogy az ember megértse azt, nem tudom helyrehozni. Hogy megértsem azt, hogy ha bár látom az elvárás listát, de nem tudom, sőt nem akarom helyrehozni. Hiába tudnám, hogy mit kell tenni, nincs meg bennem az erőse, az akarat. És minden igazságom olyan Isten előtt, mint a szennyes ruha. És ekkora törvény elvezetett minket oda, hogy nem tudom, nem tudom ezt magam megoldani. És nézd, most jön az egyik legfontosabb dolog, Róma 4.5. Ezt az igét szeretném, egy ideig tudnánk ízlegetni, kóstolgatni. Azt mondja Róma 4.5. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hitét számítja igazságul Isten. Emlékszek arra, amikor én nagyon sokat vívódtam azzal, hogy elég vagyok-e, vagy elég leszek-e valaha az Istennek. Már megtérésem után újra és újra az jött bennem, hogy vajon tényleg szeret az Isten? Vajon amikor magamba csalódok, hát ő nem csalódik bennem. Nem lehet, hogy soha nem leszek neki elég jó, és, és, és én nem vagyok méltó arra, hogy hozzá menjek. Én nem vagyok méltó a mennyországra, nem vagyok elég jó, túl sokszor bukok el, visszatérnek a bűneim, stb. Hogy, hogy tudnék én igaz lenni, amikor annyira sok igazságtalanság van bennem. És amikor azon voltam, hogy hogy tudnék még többet belerakni ebbe az adokkapok gyárba, hogy tudnék még több Bibliát olvasni, még több jó cselekedetet tenni, hát ha akkor már elég jó lennék, akkor ez az ige meglepett. Római levelet tanulmányoztam, és kiugrott, felpofozott, aztán megulelgetett, hogy aki nem fáradozik hanem hisz abban, aki megigazítja az Istentelent, annak a hite számít igazságnak. És megálltam, és próbáltam értelmezni, hogy Istenem létezik, hogy ez azt jelenti, amit olvasok, hogy jelent. Hogy nem még több fáradozása van szükségem, hogy igaz legyek előtted. Hogy nem még erőt teljesebb összeszorítom magam, izzadok, és még jobban próbálkozok. Nem pont erre van még szükségem? Hogy lehet, hogy nem? Hát nem erről szól az egész Biblia, hogy még jobb emberek legyünk. Nem erről szól a Biblia, hogy jó emberek legyünk? Nem. A Biblia nem arról szól, hogy jobb ember legyél. A Biblia Istenről szól, Isten nagy történet, hogy hogy tesz a halott emberből élő embereket. Hogy tesz az ellene fellázadottakból az ő gyermekeit. És amikor például megnézed Ábrám elhívását, Isten megszólítja Ábrahámot, és azt mondja, Ábrám, kiválasztottalak, hogy ez és ez és ez és ez fog veled történni, nagy nép leszel, gyermekeid lesznek, földet adok neked, mindenki által majd áldást nyer, és Ábrám erre annyit tud mondani, hogy oké. Okay. Mert hogy hol van ebben az én részem? Annyi volt az ő rész, hogy Ábrám hitt az Istennek, és Isten ezt el fogadta el neki igazságnak. Szóval, amikor megérkezel ebbe a nyugalomba, hogy nem a fáradozásom számít, nem az erőlködésem, hanem belekapaszkodok abba a megigazulás pánciába, ami védi a szívemet, hogy igaz vagyok az Isten előtt. És ha még eddig ez az összes ige nem győzött volna meg, akkor a végére tartogattam neked a kedvencemet. 2 Korintus 5.21. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnétette értünk, olvasd velem, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne ez a végső csapás arra, hogy nem akarod ezt elhinni. Azt mondja, hogy aki nem ismert bűnt, bűnné tette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A megigazulás nem azt jelenti, hogy a bűneid a szőnyög alá voltak söpörve. Hadd hozzak erre egy példát. Ott van a parázanő, Jézus elé dobják, itt van, parázanságon kapták rajta, meg kell ölni. Mit mondasz? A törvény kimondja, hogy meg kell halnia. Látszólag úgy tűnik, mintha Jézus ellene menne a törvénynek, mert azt mondja, hogy nem ítélek el téged, hanem ugye előtte mondja, hogy az vessen rá első követ, aki büntelen. És Jézus azt mondja ennek a nőnek majd, hogy én nem ítélek el téged. Menjen is többi nevét kezd. Erre majd mindjárt kitérünk a második részre, de először azt mondja, hogy nem ítélek el téged. Hogy lehet az, hogy Jézus nem ítélte el az asszonyt? Hogy lehet az, hogy úgy látszik, hogy Jézus nem kezdett semmit az asszony bűnével? Tudod, hogy mi a titka? Az a titka, hogy Jézus tudta ott, lehajolva a porhoz, hogy néhány nap, néhány óra. És ennek az asszonynak ezt a bűnét is ő fogja felvinni a keresztre. Szóval Jézus tudta azt, hogy nem szőnyeg alá van söpörve ez a bűn, hanem azért tudta azt mondani az asszonynak, hogy nem ítélek el téged, mert Jézus tisztában volt vele, hogy ez a bűn, ez ott lesz rajtam. És ott a kereszten Jézus lesz parázna minden minden, amit valaha az emberiség valaha elkövetett. Az összes nyakkendős bűn, az összes mocskos bűn, az összes hány ingert keltő bűn, minden, amit valaha az emberiség valaha elkövetett, Jézus azt magára vette. Mert azt mondja a Biblia, hogy aki nem ismert bűnt, bűnét tette értünk. Ez volt az ár. Nem is olyan olcsó már az a kegyelem, ugye? Ezért Jézus leajol és azt mondja ennek az asszonynak, hogy nem ítélek el téged. Mert az ítélet az nem lesz szőnyeg alá söpörve, sőt, halálosan komolyan lesz véve. Néhány óra is meglátod, asszony, hogy az ítélet lesújt azért, amit most tettél. Le fog sújtani az ítélet, de rám fog lesújtani. Hogyha játszottál már valaha egy UNO nevű kártyajátékot. Emlékszek arra a pillanatra, amikor úgy éreztem, hogy mindjárt nyerek, és mindenkinek rengeteg kártyája volt, és nekem egy kártyám maradt. És mielőtt jöttem volna, valaki bedobott egy cserekártyát, és kicserélte a rengeteg kártyáját az enyémmel. És úgy bosszantott ez a dolog, nem? Már majdnem nyertem. Csak tudod, az Isten országában ez pont fordítva néz ki. Úgy néz ki, hogy a kezed nem bírja el a kártyáidat. És azt látod, hogy soha nem fogok nyerni, vesztes vagyok. Soha nem fogok jól kijönni ebből a játékból. Az élet játéknak a legnagyobb vesztese vagyok. És már alig bírom a kártyáimat, és nem tudom, hogy lesz ebből lehetetlen is. Nemhogy kevesebb, egyre több és több és több van, és nem bírom már el. És ekkor jön az Isten, és bedobja az utolsó kártyáját, egy cserét. És nem érted? Mert a játékban nem így szokott történni, hogy valaki, akinek most fogy el a kártyája, elcserél veled de a kereszten egy ilyen helycsele történt. Hogy ez a bűn, amit teljesen én követtem el, az oda került Jézusra. Hogy az az igazság, aki ő maga, az minket betakarjon. És akkor itt megérthet, hogy Isten ezen keresztül néz téged. Ez nem azt jelenti, hogy hibátlan ember vagy, de hogy is vagy az. Én azért tudom, hogy nem vagy az, mert én tudom, hogy én mennyire nem vagyok az. És tudom azt, hogy nem vagyunk hibátlanok. Tudom azt, hogy amíg élünk, harcolunk és küzdünk. De tudom azt, hogy az Isten ezen a páncélon keresztül lát engem. Hogy Isten igazsága lehetek ő benne. Hogy az a köntös, amely az igazságnak a köntös, az rám került. Hogy az én szennyes ruhám az oda kerüljön Jézusra. Nem is olyan olcsó már, ugye? Milyen drága volt ez a kegyelem. És amikor ezt megérted, akkor rájössz arra, hogy a megigazulásnak a páncéja az ez. Ez a tudat, amiben újra és újra belekapaszkodok. Hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. Hogy megkaptam tőle azt a Rudit, ha bár nem érdemeltem meg. Sőt, nem csak, hogy nem adtam neki semmit, hanem az ellensége voltam. Fellázottam ellene. És ő jön, és adott nekem egy ajándékot. És mondtam tehát hogy igazságtalan az Isten. Tudod, mindenkinek felkínálja. Aki akar, jöjjön és vegye. Én egy embernek adtam mai Rudit, de ő mindenkinek felkínálja. Neked adom. Ajándék, kegyelem. A megigazulás egy ajándék, és egy kegyelem Jézus Krisztusban. És hogy néz ki ez gyakorlatban? Hogy tudod felvenni magadra? Ma reggel mindannyiunknak volt egy csodálatos pillanat, amikor az óráinkat visszaállítottak, ugye? Annyira szeretjük ezt a napot, amikor kicsit tovább alhatunk, kicsit tovább pihenhetünk. És hogy történik ez? Úgy történik, hogy van egy igazság. Az igazság az, hogy ma, amikor ránézszél az órádra, és ez kilenc órát jelzett, az igazság az, hogy még csak nyolc óra van. És azt mondtad, hogy de hát ez nem lehet, az órám azt írja, hogy már kilenc óra van. És én azt mondom, hogy igen, de akiknek joga volt ehhez, azok megváltoztatták, hogy mennyi az idő. Bizony. Ezért fogd az órádat, és állítsd át rajta az időt. Tekerd vissza hogyan működik ez? Bár csak minden nap tehetnénk ezt, nem? Reggel felkezd, elaludtál, és három órában még visszatekered. Milyen jó lenne tekergetni az óráinkat, a villanyórát, a gázórát, mindent úgy, ahogy szeretnéd, hogy kiálljon, az oda tekered, ova te szeretnéd. De ez nem így működik. Mert az igazsághoz kell oda az órádat, amikor kimondja egy rendelet, hogy ma órádállításon is át kell állítsd az órát, akkor ez fontos lekövetned, hogy oda tekerd hogy a valóságot mutassa mostantól. És amikor a szíved érez, amikor az érzelmeid éreznek, amikor a szíved össze van törve, sebzett, amikor azt érzed, hogy a lehető legtávolabb vagy attól, hogy Isten igazsága legyen, amikor csalódtál, amikor úgy érzed, hogy neked már nincs esély, amikor úgy érzed, hogy Isten is lemondott rólad, akkor fogod ezt az órát, amit érzékelsz, és azt mondod, hogy ez nem az igazság. Oda tekerem az órámat az igazsághoz. Nem számít, hogy te hány órának érzed, az számít, amennyi a pontos idő. És oda kell állítsd az időt hozzá. És erre hívlak ma, hogy ne arra építsd az életedet, hogy milyennek érzed éppen magad. Ne arra építsd az életedet, hogy az ördög mivel vádol, hogy mennyire nem vagy jó, mennyire nem vagy elég, mennyire nem vagy méltó az Istenhez, mennyire nem vagy méltó az, hogy szolgál, hogy elhívásod legyen, hogy mennyire messze vagy attól, hogy igaz legyél Istenben hanem hogy odaállítsd az órádat ahhoz, amit az Isten mond. Aki azt mondja, hogy nem számít, minek érzed, az igazság az, hogy nyolc óra van. És erre hívlak ma, hogy fogadd el Istennek ezt az ütőkártyáját, ezt a cserekkártyát, amit odaad neked, hogy ezt az összes kártyát, amit soha nem tudtál volna helyrehozni, ő azt mondja, hogy ezt ő magára veszi. És tudod, az az érdekes a megigazulásban, hogy ez egy ajándék. De amikor megérted, hogy ez mekkora ajándék, akkor ez mindent megváltoztat. És ha már olvastuk azt, hogy aki nem fáradozik, hanem hisz abban, annak ez a hite számít igazságnak. De amikor megérted a megigazulást, akkor onnantól kezdve az életedet ebbe bele fogod tenni. Figyeld az 1 János 2.29-et. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki igazságot cselekszi, az mind tőle született. Észrevetted ezt? Aki tőle született, az mit fog cselekedni? igazságot fog cselekedni. Azért, mert ez lesz a részem. Azért, mert igaz vagyok, és ezért a cselekedetém igazak lesznek. De ez egy belülről jövő változás. Ez nem kívülről fog megtörténni, nem úgy, hogy az összes muslicát elkapkodod, hanem úgy, hogy az a rothad gyümölcs kikerül onnan. És az élet illata, az Isten lelkének szellemi kisöpör onnan mindent, és elkezd belülről kifele megváltozni minden. De nem úgy, hogy elrejted a szekrény sarkába, nem úgy, hanem úgy, hogy minden a helyére kerül. Isten nem a problémának az egyik apró részét kezeli, hanem a gyökerét, ami a szívünkben van. És ezért arra hívom a téged, hogy először is értsd meg azt, hogy mit jelent a megigazulás. És lehet, hogy most pont arra van szükséged, hogy abba hagyd a kapálózást. Az, hogy a saját erődből próbálsz megfelelni. Az, hogy a saját erődből próbálsz elég jó lenni. Annyira szeretem, amikor elindulnak a törekvő órák, és Robi ezt a legjobban meg tudja erősíteni. Az első rész mindig arról szól, mikor a kegyelemről beszélünk, hogy elmondják a törekvőre, jelentkezett általában a fiatalok, hogy ők nem érzik magukat elég jónak az Istenhez. Ők úgy érzik, hogy még nem elég jók, és hogy úgy szeretnek beszélgetni Istenről, de ők még nagyon, áll, nagyon távol állnak attól, hogy, hogy tanítványok lehessenek, mert annyi baj van még velük, és még nem méltók ahhoz, hogy Isten előtt legyenek. És mikor megértik azt, hogy a méltóságuk, az pont a méltatlanságukban van elrejtve. amikor mikor rájössz arra, hogy aki nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Amikor én ezt megértettem 15 évesen, emlékszek arra, hogy két étig nem lehetett leszedni a mosolyt a fogamról, a számról. Ott volt egész nap rajtam, ahogy egész nap, mint egy nem tudom, furcsa ember, mosolyogtam, nem számít, mi történt. Azon, azon a héten kaptam kémiából egy kettes, az se érdekelt, mosolyogtam, semmi nem érdekelt. Mert megértettem azt, hogy Istenem, én igaz vagyok benned, és tudod, mi a legérdekesebb? Hogy a cselekedeteim elkezdtek -e ez igazodni. Mert már megértettem, hogy én Isten igazsága vagyok ő benne. Ezért azt mondom, hogy hozzá már ez nem illik. Én már nem akarok ilyet csinálni többé én az Istennek az igazsága vagyok ő benne. És ezért elkezdtek lekopni rólam a dolgok, amikor megértettem, hogy nem vagyok már kutya, ember vagyok. Megváltoztatta Isten az állapotomat, a lényemet, a minőségemet. Ezért kezded elhagyni a kutyás dolgokat. Rájössz arra, hogy nem kényelmes már négy menni, nem kell már ugatni, tudsz beszélni, és elkezdenek a cselekedeteid oda idomulni az igazsághoz. Én erre bátorítlak, hogy ha ezt még nem élted át, akkor fogadd el Istennek az ajándékát mert nem fogod tudni helyrehozni. És nem lesz jobb nap, mint a mai. Holnap nem leszel jobban kész arra, hogy elismerd azt, hogy soha nem leszel elég kész. Ez a mai nap a legjobb, hogy azt mond, Uram, itt vagyok, és szükségem van rád. Nem tudom magam helyrehozni. Nem tudom se kiigazítani, sem megigazítani magam. Arra van szükségem, Uram, hogy téged elfogadjalak. És az én megigazulásom, az Te vagy Jézus. És tudod, amikor ezt megérted, a szívedbe zárod, akkor Isten öröme betöltéged, És szétrobbant benned, hogy azt mondja Pál a nincsen nekem saját igazságom a törvény által. Jézusba vetett hit által van nekem igazságom. És innentől tudom azt, hogy igaz vagyok. Hogy bármi van, Isten igazként tekint rám Jézus miatt. És emiatt elkezded az igazság cselekedeteit tenni. Nem azért, hogy kiérdemeld az igazságodat, hanem azért, mert megajándékoztak az igazságoddal. Erre hívlak ma. Kérlek, hogy gyertek, álljunk fel az Isten előtt most. És szeretném, hogy tudnánk imádkozni. És arra hívlak, hogy ha ezt még nem élted át, akkor ma ragad meg ezt az igazságot az Istenben. És csak mondj annyit az Úrnak, hogy Uram, mit vagyok, szükségem van rád. Én nem vagyok igaz. Bűnös ember vagyok, de köszönöm, hogy te tudsz engem igazzá tenni egyedül Jézus Krisztus miatt. Ennyire egyszerűen mondd el ezt az Istennek. És arra szeretnélek hívni, hogy már az őé vagy, akkor moly nemet az örök minden vádlására, minden, csapdás, minden csapdájára, minden hazugságára. És igazítsd az érzelmeidet is oda a páncélhoz. Figyeld meg, hogy mit mutat az órád, és hangold oda a mennyei órához. Nem számít, mit érzel, az az igazság. Az az igazság, hogy ő felvette a bűnöd. És ezért minden károsztatás, minden vádlás, ami benned van, azt enged oda a kereszthez. Isten magasztalak téged azért, mert a te kegyelmed elég, több, mint elég. Nem akarjuk, Uram, olcsónak tartani, mert tudjuk, hogy igazából fel se tudjuk fogni, hogy mekkora ára van. Szeretnénk, Uram, ezt megbecsülni, de köszönöm, hogy ez hitáltal a miénk. Köszönöm, hogy aki csak elfogadja, aki belét kapaszkodik, aki engedi, hogy a szégyenét elvedd. Az összes bűnét, minden mocskát, azt a felöltözteted az igazságnak a ruhájába. Köszönöm ezt a páncélt is, ami védi a szívünket, ami ott van rajtunk. Ebbe akarunk, Uram, belekapaszkodni, amit senki nem vehet el tőlünk. Köszönöm, Uram, ennek a súlyát, hogy ezt a páncélt magunkra öltjük. És nem imádkozok most azokért, akik ezt még nem élték át, Uram. Hadd legyen ma azon a nap, amikor ez megtörténik az életükben amikor elengedik a saját próbálkozásaikat, és megengedik azt, hogy te a könyörül Isten ezt megtedd. Imádkozzuk, Uram, azokért, akik már a tieid, de mégis, mégis igazságtalanságok közepette élnek, járnak és élik az életüket. Kérlek, Uram, hogy ha tanulják meg most ezt a páncélt felvenni. És köszönöm, Uram, hogy te, aki igazát teszel minket, ezt munkálod bennünk, ez a te kegyelmed, a te ajándékod. És köszönöm, hogy ez az ajándék az egész életünket megváltoztatja. Minden rothad gyümölcs kikerül az életünkből. És köszönöm, hogy a te friss illatod járját minket. Kélek drága Szent Szellem, jöjj és most fújját itt rajtunk. Tedd ezt és végezd ezt a munkát. Szeretnénk minden gyümölcsöt, ami nincs ott a helye, odadni neked, és engedni, hogy a te gyümölcsöd, ami tőled van, az legyen ott az életünkben. Amen.